Mezőzombor község önkormányzata augusztus 20-án a református templomba várta a település lakosságát az államalapítás ünnepén. A település polgármestere beszédében Szent István nagyságát méltatva felidézte, hogy annak idején a keresztény hit alapjaira építve erős államot alapított, és a mai élőkön múlik, hogy mit hagynak örökül az utódoknak. Radó Béla hangsúlyozta, hogy Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét, a hite vezette a munkájában, és példaként állt a későbbi korok nemzedéke előtt. Olyan hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával és életszemlélettel rendelkezünk, amelyre a jelent és a jövőt lehet építeni. Hinnünk kell a szabadság szeretetében, a keresztény értékekben, a fejlődés képességében. Álljunk ki a Szent Istváni örökség mellett, hívta fel az ünneplők figyelmét a polgármester, majd emlékeztetett, hogy augusztus 20-án az új kenyeret is ünnepeljük, ami az élet táplálója, az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája. Az ünnepi gondolatokat követően Cetőné Hegedűs Aranka lelkipásztor hirdetett igét, majd Szűcs Zoltán plébánossal és Paják Péter parókussal együtt megáldották és megszentelték az új kenyeret. Az államalapító tiszteletére szervezett program Nagy Attila Karnai vezetésével a mezőzombori községi kórus műsorával zárult.